sportosat. Irodónk vendége Patakfalvi Miklós, a Magyar VTF Taekwondo Szövetség elnöke. Szervusz, üdvözöllek! Szervusz, üdvözlöm a kedves nézőket! Itt vagyunk a nyár derekán. Most egyelőre azt lehet mondani, hogy pangás van, de egyes hírek szerint ez nem sokáig tart, úgyhogy nem is baj, ha most egy kicsit csendes körülöttetek minden, mert szeptembertől beindul a nagy versenyszezon. Így igaz, most a versenyzők zöme kapott olyan 4 hét szabadságot, pihenőt. Teljes 4 hét pihenő. Akik az univerziáden részt vettek, ő nekik egy kicsit rövidebb, mert az augusztus, illetve június közepén volt, és hát érthető módon ő nekik addig kellett maximálisan pörögni, de a többiek pihennek, és most augusztus 1-ével indul a felkészülés. Egy kicsit lazábban, tehát az első héten csak heti, illetve hát napi egy edzéssel készülnek a gyerekek, felhangolnak, és aztán a második héttől a napi 2 edzés indul, esténként 5 taekwondo edzés, illetve még délelőtt 2 taekwondo, és akkor 3 kondicionális erőnléti tréning. Aztán szeptemberben pedig indul, tényleg nagyon húzós időszakunk lesz szeptemberben, illetve szeptembertől, már szeptember elején U21 Európa-bajnoksággal kezdünk Helsingborgban, Svédországban, október elején kadett Európa-bajnokság, rögtön utána junior Európa-bajnokság Spanyolországban, aztán november elején az Európa játékok, a taekwondo Európa játékok, ugyanis ugye külön rendezték az egyet. Hát kihagyott bennünket a Fehér Orosz szervezőgárda. És lehet tudni, hogy miért? Politikai okok voltak, sportpolitikai okok. Ott mi nem más? Igen, ott nem a VT taekwondót szeretik. És aztán így úgy döntöttek, hogy akkor az ne legyen. Habár a nagyfőnök, a dr. Cho, a VT elnöke többször volt tárgyalni velük, hajthatatlanok voltak, úgyhogy végül is, hogy ne kerüljön a kontinens versenyzőgárdája hátrányba, megkapta ugyanazt a G4-es besorolást, tehát 4-szeres szorzójú pontokat lehet szerezni, és ez lesz november elején Olaszországban, Bariban. Ez ugye fontos, ugye az olimpiai kvalifikáció miatt. Hát így ez van, mert az olimpiai világranglistán a elfoglalt helyezések, azok nem csak abból a szempontból fontosak, hogy valaki az első ötbe bekerül, persze az a legfontosabb, és direkt kvótát szerez. Erre jelenleg azt mondhatjuk, hogy a mi versenyzőinknek nincs esélye. Ellenben azért, mert a kiemelések szempontjából nagyon fontos. Ellenben van egy nagyon jó hír, tulajdonképpen jó hír, hogy kaptunk meghívást a olimpiai tesztversenyre, 49 kg-ba a Patakfalvi Luca képviselti a színeinket, ő áll a legelőkelőbb helyen a 49 kilósok világranglistáján, és hát szeptember 27-én Csibában lesz ez a bizonyos tesztverseny. Ez milyen ez a tesztverseny? Ez most miért van? Hát ezt minden olimpia előtt szoktak ilyet csinálni, megnézik, hogy az adott sportágban azok a versenyrendezési kritériumok és ritmusok. Itt inkább a technikát ellenőrzik, a szervezőket ellenőrzik. Így van, tehát a szervezők saját magukat. Tehát itt a versenyzők, itt most jelen pillanatban csak kellékek. Hát lehet úgy mondani, hogy kellékek, de azért ennek presztízs értéke van ettől függetlenül. Ráadásul azért ez is egy G1-es besorolás, tehát itt is lehet világranglista pontokat gyűjteni. Jó, de valójában itt most ugye akkor erre megy ki a játék. De erre megy ki a játék, ettől függetlenül azért komoly presztízs értéke van. Nem persze, sok versenyzőt. Oda megy, tehát arra vigyázzik ki azért, hogy a... Igen. És aztán a programnál maradva még november végén, december elején az olimpiai súlycsoportos Európa-bajnokság, mind az ifjúságiaknál, mind a felnőtteknél zárja majd igazán a szezon, tehát ez 5+1 világversenyt jelent majd a versenyzőinknek. Ha most a jelenleg és a közeljövőt nézve, akkor ez a legfontosabb verseny végül is évvégén lesz. Az olimpiai súlycsoport és a felnőtteknél. Az olimpiai súlycsoportos Európa-bajnokság az Európa-bajnokság jellegéből fakadóan fontos.
pontszerzés szempontjából ez is csak egy G1-es besorolású. Igen, tehát csak nem mindegy, hogy hogy fejezte be az ez évet, így igaz, stb. Ez így igaz, ráadásul tényleg olimpiai súlycsoportokban. És csak a felnőttek, aki rakat. Nem. Nem? Az ifjúságiaknál is, mert ugye az ifjúsági olimpián is más súlycsoportok vannak. De maga a sportágnak a kirakata, mégiscsak a felnőttek azt eredményei. Hát elsősorban természetesen. Tehát most az egy dolog, hogy... Nem is kérdés, így van. Érted, hogy most a utánpótlásban hoztok érmeket, stb. De az is fontos, de nem az a legfontosabb. Kérdez, tehát olimpia előtti esztendőben értelemszerűen a... És hát azért csak egy Európa-bajnokság, tehát annak is a presztízs értéke. Generálisan. Azért mondom, hogy végülis az a verseny, ahogy mond, kirakat szempontjából igen, is. Igen, így igaz. Fel tudtok valamit mutatni, vagy sem? Hát reméljük, hogy fel tudunk majd mutatni valamit. Ha már itt tartunk decembernél, mindig a lányok vannak többségben, fiúk nem lesznek, vagy csak... Hát nem mindig, de most ez éppen egy olyan hullám. Nem vitás, az elmúlt 8-10 évben inkább a hölgyversenyzőink domináltak az eredményesség tekintetében. Előtte azért Tóth Balázs, a Szalim testvérek, tehát voltak jó eredmények a fiúknál, és reméljük, hogy lesznek is. Itt van például a ifjúságiaknál vitézkedő Józsa Levente, akitől komoly eredményt várunk. Nagy, persze elsősorban még az ifjúsági kategóriába, tehát ő neki majd az ifi Európa-bajnokságon kell elsősorban nagyot alakítania, de valószínűleg elindítjuk őt a G4-es Európa játékokon is, már csak azért, hogy szokja ezt a hangulatot, a gyűrődést. Tudja, hogy mi vár rá majd tudja, hogy mi vár rá a későbbiekben. Hogy még többet milyen kell edzenie. Hát egyrészt még többet kell edzenie, még komolyabban kell edzenie, és hát, hogy milyen ellenfelek lesznek. Tehát, ha már most megismeri az ellenfeleket, azért nagy előny lesz majd neki a későbbiekben, nem fog megijedni tőlük. Azért egy első versenyen, amikor rögtön összefut egy Európa-bajnokkal, egy világbajnoki helyezettel, akkor azért az nem egy egyszerű történet. Most van egy kis tapasztalata, egy kis rutinja már, nem annyira első neki futásra, hanem igen, mégiscsak már benne van egy-egy ilyen versenynek az élménye. Elnézést, de 1000 éve már itt vagy a szövetség élén, igen, hanem több ezer. Sydney, Szalim. Igen. Azóta nem volt magyar. Azóta nem volt az magyar. Olimpián. Így igaz. Mindig volt valaki, aki nagyon közel volt, Tóth Balázs nagyon közel volt, Kocsis Edina többször közel volt. Tudjuk azt, hogy a olimpiai sportágok közül ti vagytok talán a legjobban sor végére állítva, úgyhogy az előttetek lévők között is nagy különbség van. Éppen ezért, mert iszonyú nehéz helyzetben vagytok. És a tőletek sokkal jobb helyzetben lévők élnek ezzel a lehetőséggel. Ti akartok-e, próbálkoztok-e azzal, hogy honosítás? Nem kell szégyelni, mert ma már ugye birkózásnál is, ugye pedig ismerjük az eredményeket, a büdzsét, de szabadfogásnál ők is kénytelenek honosítással foglalkozni, azzal, hogy a jelen, illetve a közeljövőben a felnőtteknél is legyen továbbra is eredmény. Nektek is valami hasonló utat kellene most már bejárni, mert nagyon jól hangzik tényleg, hogy a utánpótlásban U16, U16 vannak nagy tehetségesek, akik odaérhetnek, de hogy előbb mondtam, a felnőtt az a kirakat. Most oda kellene, ha van rá mód lehetőség, nem tudom, egy Salimhoz hasonló szintű legalább egy legényt vagy egy hölgyet honosítani. Itt volt Gonda Ivett és a húga Gonda Evelin. Itt családi probléma, Evelin már ugye nem sikerült neki Rióra a kvalifikációja, utána abba hagyta, a 30-as évei elején volt akkor. Evelin, a húga úgy tűnt, hogy átveszi ezt a szerepet, és a képességei, a tehetségei azok szép reményekre jogosítottak bennünket. Sajnos ott is úgy tűnik, hogy az egyetem elvégzése után inkább a... De most nektek egy olyan kellene, aki már ért el eredményt, tehát nem az, hogy most képességei alapján, ez hát olyan, aki nem lehet?
Ez lehetetlen nektek? Nem, igazán megmondom őszintén, nem foglalkoztunk ezzel így. Nem volt direktbe. Persze volt egyszer-egyszer egy-egy iráni versenyző, aki beajánkozott, hogy ő szívesen jönne versenyezni magyar színekbe, de hát olyan elvárásaik vannak, hogy az egész szövetségnek a teljes költségvetése is lenne elegendő csak az ő versenyeztetésére. Tehát ez egy nonsense. Ellenben azért, hogy maradjunk a témánál, lesznek igazolásaink, de mindenki magyar, valamelyik felmenője, vagy mindkét felmenője révén. Két kadett kislányt fogunk most a válogatott színeibe versenyeztetni már terveink szerint az ősztől. A Marton testvérek, akik Spanyolországban élnek, ott edzenek, és már ragyogó eredményeket értek el, multi Európa bajnokságon. Hány évesek ezek a legjobb? 14-14. Évükben vannak, de a junioroknál is van tervbevéve igazolás, ott viszont a Szalim testvérek, a Gergelynek a fiai, úgy tűnik, hogy magyar színekbe szeretnének versenyezni. Már régóta beszéltünk erről a Gergelyen, rendszeresen találkoztunk mindenféle versenyeken, világversenyeken, és ő folyamatosan mondta, hogy hát ő azt szeretné, hogyha a srácok majd magyar színekbe versenyeznének, és hát most nem tudom, hogy ez is adott-e egy lökést annak, hogy sajnos az édesanyjuk, aki a magyar volt, és akik révén ők magyarok, meghalt a közelmúltban. És lehet, hogy ez még adott egy plusz olyan lökést, hogy ezeket a gyökereket akarja erősíteni újra. Tehát úgy néz ki, hogy a két fia, Omar és a Sharif, ők igazolnak. Hány évesek ők? 16-17, tehát ők azért már a közeljövőben, így van, Sheriffel már, ha sikerül és addigra megkapja az útlevelet, akkor talán már az U21-es Európa bajnoksága rögtön szeptember elején be tud mutatkozni magyar színekbe, de hát ő is azért még juniorkorú, tehát a junior Európa bajnokságon kellene majd igazán brillíroznia. Omar még, ő neki még van plusz egy éve az ifjúságiak között, szóval jó név, és rendkívül tehetséges és eredményes gyerekek, akik már középtávon azt gondolom, hogy beválthatják a hozzájuk fűzött reményeket. Bízunk benne, hogy a munkájukkal, az eredményeikkel egy kicsit inspirálni fogják a hazai versenyzőgárdát és edzőgárdát is. Ezek mikor fognak realizálódni 100%-osan, véglegesen? Hát ha minden igaz, akkor most augusztus folyamán. Augusztus folyamán Marton testvérekkel a legegyszerűbb a dolgunk, ott csupán csak a nemzetközi versenyzői licenszüket kell a spanyolról magyarra változtatni, ez egy viszonylag egyszerűbb. A Gergő gyerkőceinél ott még a magyar útlevél nincs meg, már be van adva, már minden el van intézve, tehát folyamatban van, de még nem kapták készhez. Most egyelőre azt próbáljuk, hogy megkaphatják-e úgyis a magyar versenyzői licenszet, nemzetközi versenyzői licenszet, hogy egyelőre csak az útlevél igénylő formát töltjük fel a világszövetségnek az adott honlapjára. Tehát ez egyelőre még kétséges, de reményeink szerint már augusztusban meg lesz az ő útlevelük is, és akkor ez megint csak nem lesz különösebben probléma. Most egyelőre azt tapogatjuk, hogy pontosan hogy működik a rendszer, mert nem egy olyan egyszerű dolog. Tehát a felnőtteknél, amikor Ivett ide igazolt, akkor a Kanadai Olimpiai Bizottság, a Magyar Olimpiai Bizottsága kellett, hogy felvegye a versenyt, a Magyar Olimpiai Bizottsága VT-vel, mint nemzetközi szövetséggel kellett, hogy felvegye a kapcsolatot, és intézze az adminisztratív részeket. Itt ez az utánpótlás korúaknál valószínűleg nem megy ebbe a régióba, hanem ez szövetségi szinten működik majd. Tehát akkor egyelőre akkor a jelenlegi felnőttekből kell. Egyelőre a jelenlegi felnőttekből dolgozunk. Hogy áll akkor ez a jelenlegi felnőtt csapat? Nincsenek túl sokan, akik ilyen szinten vannak, hogy... Akkor meg is lehet őket név szerint említeni. Meg lehet név szerint említeni őket, válogatott szinten ugye a Patakfalvi Luca, aki a világranglistán a legelőkelőbb helyet foglalja el, aki egyelőre nem válogatott színekbe versenyez, de azért már itt-ott bekapcsolódik a saját kérésére a válogatott munkájába, Füredi Rebeka az UT-ból, aki egyébként a legjobb helyen szerepel a világranglistán, a 20,
közepe valahol az olimpiai ranglistán, tehát ők ketten leginkább azok. De hát ott van még mellettük azért a Patakfalvi Csenge, akinek szintén van a Kopcsik Laura 49 kilóba, mondjuk őneki ugye hátránya van, hogy a Lucával van egy kategóriában, és tehát a Luca valaki sokkal előrébb tart a világranglistán, de ettől függetlenül, mint a jövő reménység, azért mindenképpen ott szerepel ő is a várományosok között, az olimpiai indulásra várományosok között. Fiúknál sajnos nehezebb a helyzetünk, mert felnőtt fiú olyan versenyzőnk pillanatnyilag, aki nemzetközi szinten, most foci nyelven szólva, pöttyösbe tud rúgni, momentán nincsen. Tehát aki ilyen szinten, sajnos. Reméljük, hogy Józsa Levente, egy év múlva, két év múlva, három év múlva, reméljük, hogy addigra a Szalim testvérek bármelyike vagy mindkettőjük olyan tud, és az nagyon jó lesz, hogyha ők egymást fogják azért inspirálni és húzni. Azért az fontos, néhányan akármelyik szintet vesszük, kadett, ifjúsági, felnőtt szintet, ugye nincs nagyon nagy verseny a válogatottba kerülésért. Egy-egy súlycsoportban van ütközés, ott kell a gyerekeknek megmérkőzni, és eldönteni, hogy ki az, aki indulhat, de gyakorlatilag akinek van egy jobb eredménye, az kvázi úgy érezheti, hogy na ő benne van az utazó csapatban. Persze azért nem olyan egyszerű, tehát azért, mert megnyeri a magyar bajnokságot, attól nem fog az Európa bajnokság vagy a világbajnokságon indulni, tehát megvan az, hogy milyen nemzetközi szintű eredményeket kell valakinek elérni ahhoz, hogy egy utazó csapatban, egy világbajnokság, tehát egy világversenyre vagy egy kiemelt versenyre utazó keretbe bekerülhessen. Hát akkor ez van egyelőre. Szegény Kocsis ember vízzel főz. Így van. Kocsis Edina ugye tudjuk visszavonult. Visszavonult, sőt, de nem teljesen vonult vissza, mert a versenyzéstől vonult csak vissza, a tekvandótól nem vonult vissza. Edzőként segíti egyrészt a Budapesti Honvédnak a szakosztályát, másrészt pedig a válogatott mellett Galambos Bence segítőjeként. Most az Univerziádén például ők volt a versenyzőinkkel, de az utánpótlásnál is több feladatot kap. Most volt éppen Belgiumba, talán ma érkezik haza edzőtáborból, de holnap már utazik tovább Svédországba. Most én erre akartam kitérni, mert ugye tudjuk, hogy edzősködik, de ugye valaki, ha látta az esküvői fotóit, Kocsis Edinának, ugye azt gondolatná, hogy akkor most, hogy lekerült róla a súly, akkor most kezdj el élvezni a tekvandót. Ugye a mozdulatsorok egy esküvőn, amiket ugye bemutatott, azt mutatja, hogy ez egy szereti a tekvandót. Most, hogy már nincs rajta súly, most már rugdos most meg, igen. Mutogatja, ugye? De hát ő most már elszállt. Hát ő egy rendkívüli képességű versenyző. Rendkívüli képességű versenyző volt, a legeredményesebb női versenyzőnk volt, sporttörténelmet írt, hiszen az első női versenyzőként állhatott világbajnoki dobogóra, első női versenyzőként állhatott Európa-bajnoki dobogóra, az első női versenyzőként nyert U21 Európa-bajnokságot, tehát rengeteg, ha úgy tetszik, csúcs fűződik a nevéhez. Hála Istennek meg tudtuk tartani a sportág mellett. De most már olyan könnyed, laza, nem? Edina, most könnyed, már kicsit laza. Másabb lett. Igen, hát a most utóbbi időben kell a versenyek szoknia. Alatt. Igen. Hát abban benne volt az, hogy azért a korábbi eredmények kapcsán vele szembe megnyilvánuló elvárások, azért azok egy idő után nagyon komoly terhet jelentenek. És nem volt más. Tehát vagy jószerivel, ő, vagy senki. Hát jószerivel így volt. Na most egyedül húzni ezt az igát, az nem egy egyszerű történet. Még egy klasszisnak sem, mint amilyen ő volt. Tehát azért bízunk benne, hogy mindaz a tapasztalat, mindaz a rengeteg tudás, amit ő ez alatt a nem rövid, de legalább 20 éves versenyzői pályafutása alatt összeszedett, azokat kamatoztatni fogja tudni, mint edző. És az, hogy ott volt világversenyeken, dobogón, azzal olyan élményei vannak, amit ha megoszt a versenyzőkkel, a gyerekekkel, akkor remélhetőleg azok is minden áron el akarják majd ezt érni. Volt válogatott edzővel, Balázsral. Mi van? Tóth Balázs. Balázs jól van, köszöni szépen. Most Amerikában, Portlandben edzősködik, és jól érzi magát, amennyire időnként ugye váltunk üzenetet. Jól érzi magát, élvezi, amit csinál.
Hát egy kicsit más munka. Tehát itt azért a válogatott mellett az élvonalbeli versenyzőkkel dolgozott, ott meg a másod, tehát a kezdő középhaladó vonalból kell felhoznia majd a gyerekeket egy válogatott szintre. Úgyhogy gondolom komoly a kihívás, de mondom, ahogy üzenetet váltunk, fényképeket. De akkor ő nem bánta meg, hogy akkor tehát az... jó útra tehát jó utat választott, pontosan fogalmazva. Hát, gondolom, hogy igen, és remélem, hogy ez úgy lesz, mint ahogy annó is volt a régi szép időkben, a békebeli időkben, hogy kimegy azért, hogy tanuljon, minél többet összeszedjen, aztán hazajön majd, hogy itt kamatoztassa az egész magyar tekvandó. Tehát ez a titkos remény. Ez a titkos vágy. Hát ez mindenképpen benne van, és remélem, hogy ő is így gondolja. De hát ugye most van edző, van válogatottnak edzője. Van edzőnk, kiváló edzőnk van, edzőink vannak szerencsére. Nem ebbe se állunk olyan nagyon jól, persze azért óvatosan kell bánni, mert ugyan Galambos Bence tényleg jó képességű edző, Kocsis Edina remélhetőleg szépen fejlődik, és szintén egy kiemelkedő képességű edző lesz, de hát mint ahogy korábban is beszéltünk erről, sajnos ma egy olimpiai versenysport nem biztos, hogy inspiráló akár edzőnek, akár versenyzőnek, hiszen ha valaki látja, hogy micsoda munkát kell ebbe belefektetni, micsoda lemondással jár, edző részéről is, tehát nincsenek hétvégék. Na jó, de hogyha összejön egy olimpiai érem, akkor azt tudjuk azért, az akkor, a élete végéig. Akkor mennybe tud menni, van, ez biztos. Ez kétségtelen, de hát azért tudjuk, hogy nem olyan túl sokan esélyesek erre. Ezt helyek közel azért a többség felméri, hogy ő nem azon a szinten dolgozik, vagy tud dolgozni, mert munka mellett harmad állásban végzik a munkájukat az edzőink. Tehát ők reálisan abban, hogy nem. Azért persze jó lenne, hogy egy kicsit többen látnának fantáziát a versenysportban is, hiszen meglehetősen elvált a harcművészet és a versenysport manapság bár, és hát specializálódni kell, nincs mese. Tehát ma már nem, vagy legalábbis nagyon-nagyon kevesen képesek arra, hogy a harcművészetet is magas szinten oktassák, és az olimpiai versenysportot is magas szinten. Hiszen annyira, mint bármelyik másik sportágnál, képességfejlesztés, technika, mindig taktika, technika-taktika és versenyzés orvérzésig. Tehát csak így működik. Edzőtáborba tudtok-e menni? Mentek-e itt a nagyobb versenyek előtt külföldre? Nem megyünk sűrűn edzőtáborba. Terve vannak időnként véve. Hol hazai? Kevés az a versenyző, akivel egy ifi csapattal van 3-4 emberünk, nincs megfelelő edzőpartner hozzá. Felnőtteknél ugyanez Pepitában. Kadettek most mennek edzőtáborba majd. Most bentlakásos edzőtábor lesz az ifiknek és a felnőtteknek. Tehát ilyen formában oldjuk meg. Tervbe van véve, hogy külföldről hívunk edzőt, aki a saját, tehát a hazai versenyzőknek fog majd külön foglalkozásokat tartani. Itt ez több esélyes, mert Iránból is tervezzük, de Szalim Gergő, aki azért rendkívül eredményes edzőként is ott az USA-ban, sokat beszélgettünk annak kapcsán, ugye a fiúk, sőt, hát a kislányok is magyar színekbe készülnek majd versenyezni, hogy ő szívesen jön majd hozzánk, és segít majd egy kicsit itt belőni a programokat, tehát ő vele is tervezünk edzőtábort, reméljük, hogy ez már egészen közel, tehát akár még itt az ősz folyamán realizálódik. De mondom, tehát tavaly is volt itt, sőt tavasszal is volt itt versenyző, edző, aki korábban idén igaz formagyakorlatban volt itt, de a világ egyik legjobbja, a Kitudang, aki a formagyakorlatosoknak, ugye amelyik nem olimpiai versenyszám, ő velük dolgozott, de hát az is rendkívül jó edző, rendkívül jó szakember, tehát rengeteget lehetett tanulni tőle. Tavaly előtt volt itt iráni edző, az iráni edzők is rendkívül népszerűek, és nagyon magas kvalifikáltságúak, tehát kapkodják őket szerte a világban. Nagyon jó foglalkozásokat tartott, de hát egy állandó ritmus is kellene persze.
hogy rendszeresen visszajönnek. Most a Gergő esetében ez úgy tűnik, hogyha a srácok itt versenyeznek magyar színekbe, ez adott lesz majd. És hát ő nyitott is erre, beszél magyarul, jól beszél magyarul, úgyhogy... És reméljük, hogy a Józsi is, a bátyja, ugye, aki olimpiai ötödik volt Sydneyben, ő is majd többször fog vele jönni majd Magyarországra, mert két rendkívüli szakember, tehát az angoloknak a felfutása 12-es olimpia London előtt, a Józsi 3 évig ott dolgozott velük, és akkor nyerték az első olimpiai aranyérmüket. Tehát azért az ő kezelbe vastagon benne van, de ő fedezte fel a Lutálót, aki meg ezüst vagy bronzérmet szerzett a londoni olimpián, tehát most bocsánat, nem tudom, szégyen, de így igaz. Tehát olyan edzőkről beszélünk, magyar edzőkről, akik beszélik a nyelvet, akik szakmailag tényleg már letettek az asztalra nem keveset, és akiktől most is rengeteget lehetne még tanulni, különösen nekünk. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Akkor várjuk, mi lesz a Salim gyerekekkel. Ugye az lesz az augusztus szenzációja. Reméljük, sikerül. Igen. És akkor szeptembertől már beindul a versenyszezon. Így igaz, viszont ez most egy kicsit ilyen eléje mentünk a promóciónak, igen, is, mert még ez nem került sehol nyilvánosságra, hogy várhatóan őket igazolni fogjuk, de hát így legalább most már mindenki tud majd róla, aki megnézi az adást. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Én is köszönöm. További sportosat.